Óriási a boldogság Kökény Attila családjában az énekes 44 évesen lett nagypapa. Pár nappal ezelőtt megszületett az első unokája Medárd, akit lánya Aranka 21 évesen hozott a világra. Most kapcsoljuk Heder ma Stellan kolléganőnket, aki a büszke nagypapát kérdezi. Szia Stella, jó reggelt, tiétek a szó! Szia Vivi, jó reggelt kívánok, de még mekkora a boldogság, Attilával szerintem most madarat lehetne fogadni. Nagyjából 20 perce vagyunk itt, azóta megállás nélkül mesélsz nekem a kicsiről. Hogy vannak most, mikor engedték őket haza a kórházból? Hát mindenki rendben van, szombaton hazajöhettek a kórházból. Hát hál' Istennek minden úgy ment, ahogy akartuk tökéletesen, úgyhogy hát nagy az öröm, nagy a boldogság, úgyhogy a Medike nagyon jól viselkedik, úgyhogy eszik, iszik, úgyhogy minden alszik. Tehát ahogy kell, hogy legyen egy kisbabának, ő vele úgy történik. Most a feleséged, Aranka, ugye ott van a lányoddal, igen, és segít neki mindenben. Uh-huh. Hogy telnek most az első napok? Nekünk? Uh-huh. Nekünk nehezen. Nekem nehezen, mert nincs otthon az Ari, de egyébként meg nekik tök jól megy minden, tehát tartjuk a kapcsolatot, meg hát nyilván megyek is, mert nem laknak tőlem messze. De hogy minden nap megnézem. Minden nap megnézem, persze. Már fürdettem is egyszer. Úgyhogy minden rendben van, de nyilván ilyenkor elkél a segítség a lánynak, mert hogy ugye kicsikét nehezen mozog még, de ma már nem, ma már magára lesz hagyva minden, úgyhogy teljesen jó minden. Figyelj, ő ugye az első szülött unoka, az egyszem lányodtól. Milyen érzés volt először a kezedben tartani az unokádat? Hát figyelj, sok minden kavarog ilyenkor egy emberbe, egy apába, hogy ugye ilyen hamar eltelik ez a 20-21-20 pár év, úgyhogy hát nagy öröm, nagy boldogság, kicsit furcsa az, hogy felnőtt a lányom, hogy anya lett, hogy most már neki fogják mondani, hogy anyu, úgyhogy tehát nem tudom, nehéz ezeken így pillanatok alatt túlmenni, mert hogy annyira rohan minden velünk, úgyhogy de nagyon, tényleg nagyon örülök neki, és azt látom, hogy minden rendben van körülöttem. És azt egyébként hogy éled meg, hogy ugye most leszel 45 éves, és már nagypapa vagy. Ez így elborzaszt kicsit, hogy te jó ég, hogy megy az idő, vagy épp ellenkezőleg már nagyon vártad ezt az időszakot? Hát azért nem borzaszt el, mert hogyha mondjuk 65-70 lennék, akkor nagyon félnék attól, mert hogy nem sokára bekövetkezik a végcél. De hogy mivel 45 éves leszek, annyit fogok örömködni, és olyan annyi boldog pillanatot tudok még megélni az unokámmal, remélem az unokáimmal, hogy abszolút vártam, és én abszolút így terveztem az életemet. Nyilván az, nem mondhatom azt, hogy 20 évvel ezelőtt így terveztem, de így jött. Tehát, hogy pont ugyanannyi idős voltam én, mikor megszületett a fiam, mint a lányom most megszülte a fiát, úgyhogy nekünk ez nagy öröm, mert 20 év múlva lesz egy, én még csak 65 leszek, és lesz egy 20 éves unokám. Lehet vele focizni, minden. Mutatsz nekünk ilyen friss képeket? Mert egyébként ugye mondtad, hogy kész hajas baba, a kis medved. Ezt nézd. De hogy a kamera rá tud közelíteni, elképesztő. Hát de vágni lehet a haján. Nyilván, fodrász fogok hozzatni neki egy két múlva. Itt nagyon elkaptam. Jaj, itt egy nagyon nagy mosolygás van. Jaj, nagyon itt édes. Ezt nézd. Hát nézd meg azt a hajat. Jaj, tüneményes. Hát tényleg a kis herceg. És akkor jó baba? Nem. Nagyon jó baba. Eszik, alszik. Hát az első nap egy kicsit azt mondta a felségem, vagy meg a kislányom, hogy az első nap az rafkóskodott, mert hogy éjszaka volt fenn, aztán mondtam, meg hát a feleségem is nyilván mondta, meg aki körülötte van az a családban, az, hogy ha kézzel szoktatják, akkor nekik nem lesz éjszakájuk, úgyhogy óvatosan. Kitettél egy videót is, ami közvetlenül akkor készült, ugye? Amikor megszületett. És énekelsz neki. Igen. Ez egy ilyen szokás, hagyomány a családotokban? Nem, ezt csak én csináltam így. Hát fél énekes vagyok, mivel tudom köszönteni az unokámat? Azzal, hogy énekelek neki. És a születésnapjához kapcsolódó volt egy nóta, amit én már ismerek elég régóta, tehát egész, mint a 20 éve ismerem ezt a nótát, és hogy amikor ő megfogant, akkor én elterveztem, hogy ezzel fogom őt köszönteni, hogyha megjön. Egyébként mennyire veszed majd ki így a részed mondjuk a pelenkázásból, a fürdet? Már most is. Már most is tisztába raktam őt, mondom, megfürdettem. Tehát én hál' Istennek azért az a fajta apa vagyok, vagy nagyapa, most már mondhatom azt,
aki abszolút tudja, hogy hogy kell egy gyerekkel bánni, egy csecsemővel. Tehát nagyon sokat csináltam az én gyerekeimmel is, és hál' Istennek ez nem ment el belőlem. Tehát, hogyha az van, hogy rám hagynák egyszer a babát, akkor nem lenne semmi gond. És egyébként, nem tudom, így a feleségeddel beszéltetek-e arról, hogy mennyire fogtok, mennyire szeretnétek beleszólni mondjuk a nevelésbe? Abszolút nem szeretnénk beleszólni semmibe sem. Arra ott van a lányom, ott van a vejem. Én azt gondolom, hogy mind a ketten tökéletesen tudni fogják, hogy mit kell majd a gyerekkel csinálni. Én tényleg csak el szeretném kényeztetni. Nekem nincs feladatom ebben. Mi örülünk neki, hogy van, viszont mindent meg fogok neki engedni, ami tőlem telhető. Ők neveljenek, én elkényeztetem. Kényezteted. Na hát akkor nagyon sok boldog pillanatot kívánok az unokával, és köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Beszélgettünk.